Szia, köszönöm, hogy rákattintottál a videóra, Iricsi vagyok, és el sem hiszem. Mondom, random kinyitok egy Brawl Boxot, erre tudjátok, mit kaptam. Rájöttem, hogy április 1-e van, szóval nem kaptam semmit. Viszont tényleg Leonnal fogunk játszani ebben a videóban, csak nem az én akkomon. Gondoltam, hogy így április 1-e alkalmával egy kicsit megprankerlek titeket, ha már ilyen komolyabb átvele is nem lesz. Úgyhogy megkaptam kedves nézőmtől Mátétól kölcsönbe Leont, úgyhogy most átmenjünk az akjára és ott fogunk pár mérkőzést játszani. Na hát itt is vagyunk Máténak a fiókján és itt van Leon, láthatjátok. Úgyhogy ne kövezzetek meg srácok, hogyha rosszul fogok vele játszani, nyilván hogy úgy fogok, mivel még soha ki se próbáltam. Kettő darab szóló meccset fogok menni, ugyanis nem nagyon szeretném lehúzni kupaszámügyileg. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire erős ez a karakter, azért adnám, hogyha egy wint valamilyen úton, módon sikerülne összehozni, de azért ez egy eléggé vadállom egyáltalán. Hogy lő ez? Aha, jó, most már ezt is tudjuk, hogy ilyen sebzése van. Mindjárt megnézem, hogy mennyiket sebez. Egész szépen sebez egyébként, legendári, szóval nyilván egy erős kártya. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy fog vele menni a játék. Annyi, hogy nagyon-nagyon nem szeretnék az elején egyből meghalni. Szóval ki is jövök innen, ugyanis egy bultot láttam benne a közepén. Ha meghaltak egyébként páran, ez mindenféleképpen egy jó hír. Még egy valakinek meg kéne halni, és akkor már nem buknánk annyira sok kupát. Jó, még valaki meghalt, nagyon király. Ott a bull. Huha. Szóval ezt nagyon várom egyébként, vagyis nagyon vártam ezt a videót. Bocsánat, hogy ilyen összeszedetlenül beszéres kacok, csak már este is van, illetve kicsit itt izgatott vagyok, hiszen nem akarom nagyon lehúzni tényleg Máténak az akját. Remélem, hogy ez nem fog megtörténni. És még egyszer köszönöm szépen, hogy odaadtad. És remélem, hogy örültök, hogy ilyen fajta videó is van, ahol új karaktereket próbálunk ki. És úgy gondoltam, ha már április 1-e van, akkor egy kis poént tegyünk bele. Gondolom biztos volt, aki állítta, hogy ez a Noob Richie megkapta Leont. Ezt játszani nem tud a gyerek, hát milyen szerencséje van már. De végül is megvan, tehát megvan kölcsön, mert megkaptam, ha úgy nézzük. Tényleg nem clickbait, bújjaj. És nagyon-nagyon haladunk, skacok, a 20 000 király vagy királynő felé. Amit tiszta szívemből köszönök tényleg mindenkinek, aki feliratkozik a csatornára, óriási köszönet. Milyen ultia van, mert azt se tudom ám. Á, pont nem kaptuk el. Ott a bullal. Letímeltünk a bullal. Jó, meg is halt. De mi is meghalunk. Megölt minket srácok, sajnos a meteor, és végül a Sheldy nyert. Viszont plusz 4 kupát, az első meccsünkkel srácok szereztünk plusz 4 kupát Leonnal. Szerintem ennek örülni fog Máté. És én is örülök, hogy szereztünk neki plusz 4 kupát. Zsír srácok, zsír, nagyon adom. Nagyon jó kis game volt, szerintem egy harmadik helyet sikerült összehozni. Na nézzük akkor a következő mérkőzést. Itt most már a vére hajtunk, skacok. Hát egyből ránk jön. Ez a Colt. Gyorsan behúzzuk azt a Overcube-ot. Ó, ott egy Bull is. Gyorsan innen el is tűnünk inkább. Colt meg Bull az ott nem túl aranyos, így egy nagyon jó kis karakter. Olyan jó vele játszani amúgy. Nagyon adom. Vagyis nekem nagyon tetszik, nem tudom ti hogy vagytok vele. Kinek van meg egyébként srácok, az írja le nyugodtan kommentbe. Akinek megvan, kíváncsi vagyok, hogy innen a nézőim közül hány embernek van meg. Úristen, de megcsúszott a kezem az egéren. Amúgy izzad is a kezem, tehát nem tudom, hogy most mi van velem. Ott egy Nita. Jó. És sőtetem, már meghaltak ketten, aminek nagyon örülök. Még valaki meghalhatna, és akkor úgy nagyjából be lenne biztosítva, hogy nem bukunk olyan sok kupát. És valaki abban a meteorban, hogyha meghalna, azt nagyon adnám. Á, nem, sajnos. Viszont ott most ott az a Colt, az ott elég lovos. Főleg, hogyha még be tudtunk volna neki vinni a sebzét. Pont a Shellyt se találtuk el. A Colt megölt valakit. Nem a Colt ölt meg valakit, hanem a Rico. Aha, most kicsit lesebeztük. Viszont meg kéne hagyni, hogy újra töltődjön. Ezt az elkaptuk. Jó, még heten élünk, azt a bultot nem kéne hagyni, hogy kijöjjön.
Most mindenkit terrorizálunk innen, skacok. Ú, azt kapta, kapta. Zsír. Ultia van sajnos, azzal vigyázzunk. Gyorsan futás, futás. Ú, pont sikerült belőle kifutni. Annyi idő mindig van, hogy ha a közepébe vagy, akkor is ki tudj futni. Ú, ezt a bult nem láttam. Nem mondod, hogy 12 HP-ja maradt. Istenem. Amúgy most jöttem rá, hogy az ultia az az, hogy láthatatlanná válik, szóval akkor erre figyeljünk. Igazából, hogyha itt autóaim hoznak ellenünk, akkor nem ránt ránk ilyenkor az autóaim? Hogyha láthatatlanok vagyunk. Akkor nem is tudnak minket csebezni, mi? Jó. Megint srácok, a harmadik hely az már nagyjából garantált. Ó, jaj. Á, meghaltunk srácok! Nem baj, semmi baj. Ismételten nyertünk kupát. Megint csak 4 kupát nyertünk. Nagyon király srácok. Zsír, egész jól ment szerintem a játék. Úgyhogy esetleg tetszett a videó, illetve szeretnétek még hasonló videókat, ahol esetleg kipróbálunk új karaktereket, akkor egy lájkot és egy feliratkozást mindenféleképpen dobjatok. Én köszönöm szépen nektek a figyelmet, további szép napot, és boldog április elsőjét, srácok. Köszi szépen, hogy megnéztétek. Sziasztok!